történik az 1800-as évek elején, ezt úgy hívják, hogy ipari forradalom, és onnantól nézzük meg, hogy milyen látványosan nő egyébként a földfelszíni hőmérséklet. Még tovább szűkítjük az időintervallumot, most már csak ebből az utolsó 150 évről beszélünk, és ezt a grafikonban nyitjuk ki, jól látható, hogy a növekedés mértéke és üteme is egyre gyorsabb. Különösen az utolsó 50 szemlővel. Hogyha nő a külföldtől, nő a hőmérséklet, hogyha ez egyébként az embernek közel van, akkor logikus a következtetés, hogy valószínűleg ennek van valamilyen következménye a természetre, a környezetre nézve, és az egyik következménye többek között a széndioxid szint növekedése. Ez az ábrázat most már nem a föld hőmérsékletének, hanem a széndioxid szintnek az emelkedését mutatja, szintén is 800 évet próbál modellezni, és itt látszik szintén, hogy természetes körülmények között is természetesen nő vagy csökken a széndioxid szintje a föld légkörének, de az, amit most látunk, ez az ugrás, ez nem fordult elő az elmúlt egy évben. És akkor itt nézzük meg, hogy mindennek milyen következményei van. És azért is érdekes ezt a mondatot fejben tartanunk, hogy lehűlő korszaknak kellene lennie földtörténeti szempontból, mert az elmúlt 100 évben, az elmúlt 100 év legmelegebb 20 éve, az elmúlt 22 évben volt. Tehát az elmúlt 100 év legmelegebb 20 év az elmúlt 22 évben volt. Ez Magyarországra is igaz, Magyarországon tavaly, bár hőmérsékleti rekordok nem dőltek meg, de Magyarországon az átlaghőmérséklet 2,5 fokkal volt már magasabb a korábbi évek átlagánál, példa nélkül, nem volt példa sohasem, 18 volt az első esztendő. És arra sem volt példa, hogy 33 napon keresztül tartson egy tőzsulát. Erre sem volt példa. Ez először 18 napon fordult elő, és többek között láttam képeket, Kaposváron is ilyen hűtő berendezéseket tettek fel a közterekkel, párosító berendezéseket, hogy elviselhető legyen a hőmérséklet. Hát ez is egy lehetőség. Megoldás, de pontosan tudjuk, hogy ez inkább már csak tüneti kezelés.